Szóval a Bence vagyok, lassan 11 éve motorozok, azóta sikerült nyernem jó pár bajnokságot, 105-be, 250-ben, 50-ben. 8 évesen kaptam az első motoromat, azóta pedig nem lehet leszakítani róla. Köbcentiben nyertem az első bajnokságot, 2002-ben. Van két ugye profi bajnokságot sikerült megnyernem Magyarországon, és van egy junior országbajnok, ami nagyon, szintén nagyon nehéz volt. Úgy emlékszem, nem is volt más magyar, aki ezt megnyerte. Erre büszke vagyok, meg hát ugye jó pár olyan eredményre, ami nem is bajnokság volt, de ott tudtam lenni, ott majdnem azt mondom, hogy a Európa legjobb között. Elsősorban nagyon sok baráttal adtam motocross, nagyon, nagyon híres emberekkel, illetve olyan emberekkel ismerkedtem meg, aki motorozás, motocross nélkül nem ismertem volna 100%-hogy meg. Szóval az nagyon jó, kitartás, lelkezem minden, amit az életben hasznosítani tudok ugyanúgy, és úgy gondolom, hogy formálja is az embert nagyon, hogy áll hozzá a dolgokhoz. A legnagyobb példaképpen Ryan Villapoto, nagyon tetszik mozgási stílusa, felfogása a dolgokhoz, és látszik rajta pályán, hogy mit akar. Ez nagyon fontos, hogy gondolom, és kisgyerekkorom óta őt figyelem, őt szokott tanulni. Sokan azt is mondják, hogy hasonlít a mozgási stílusunk egymáshoz. Nem tudom, hát sokat dolgoztam rajta, hogy ez valamilyen szinten hasonlítson, igen. Annyira nem voltam csalódott a bajnokság miatt, persze hát amikor ugye vége lett, azért így sajnáltam a dolgot, meg ugye átgondoltam, hogy mit kezdve másképp csinálni, de úgy gondolom, hogy így is maximumot hoztam ki magamból, hogy tudtam még sérülteni is, meg gyógyszerekkel is, szóval megtettem, amit én tudtam, így alakult. Kisgyerekként mindig álmodoztam, hogy így világbajnokság, meg úgy világbajnokság, aztán felnőttem és megtudtam azt, hogy azért itt nagyon-nagyon sok mindenem múlik az, hogy valaki oda jut. Reális célokat tartok most szem előtt, hogy most indulok a cseh bajnokságban az ADAC-n, illetve egy-két német bajnokságon, sőt még úgy hallottam, hogy egy-két VB-re is be fognak rakni, szóval ezek a célok vannak előttem, hogy ez minél jobb eredmény, mert a cseh bajnokságban egy bajnoki cím, akkor az ADAC Youngsterben is ott is egy bajnoki cím. Ez még a reálisnak mondható. Aztán ezen felül persze szeretnék világbajnokságot nyerni, ugye ez az álmok, ezek bennem vannak, de elsősorban ez lebeg a szemem előtt. Komoly csapatba kezdtem az évet, nagyon-nagyon jó érzés, hogy nekem végre sikerült ide elérni. Meg vagyok velük elégedve, idén is mentem náluk cseh bajnokikon. Az LL Cosmeticről van szó. Úgy néz ki, hogy minden meg lesz ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon jó évet tudjak végigcsinálni, és nagyon-nagyon bízok benne. Fogjuk rá, hogy kezdek azon az úton járni, hogy keresek is vele. Edzésként mindenképp szeretnék itthon is indulni, akár a szurkolóim miatt is, mert remélem, hogy vannak azért, és nem szeretnék azért teljesen innen eltűnni Magyarországról, egy-két futamra azért biztos, hogy találkozni fogunk.